a Fábián Sebestyénben kezdődő 16. kettes fogathajtó világbajnokságot Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter nyitotta meg. A 22 településből álló kistérség példás összefogása tette lehetővé a környék legnagyobb világeseményének megrendezését. A sport az esélyt adott arra, hogy itt most együtt bemutatkozzanak a világnak. Mert most itt a világbajnokság kapcsán rengeteg ember megfordul. Nagyon jól szervezetten, professzionálisan kialakítva mutatták fel Észak-Csongrád kincseit. A magyar csapattól csak sikert várok, és természetesen most megsértődnének, ha valakit kiemelnék, én a magyar csapatnak szurkolok. Szerdán a megnyitót rendezték a 16. kettes fogathajtó világbajnokságon Fábián Sebestyénben. Csütörtökön és pénteken a díjhajtás következik, szombaton az igazi magyar szám a maratonhajtás, vasárnap pedig a végeredményt kiszorzó akadályhajtás.